A tavalyi esztendőben a Majorsi Katolikus Közösségi Ház most 200 millió forintból a Bonyhádi Edmel Vojnics mauzóleum és környezete újulhatott meg a miniszterelnökség támogatásából. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a vidékfejlesztés a kormány kiemelt feladatai és vállalásai közé tartozik, aminek szerves része a helyi műemlékek védelme és megújítása is. A kormány munkájának szíve közepe a vidék megújítása. A Magyar Falu és a Modern Város program már eddig is sok évtizedes elmaradást pótolt, utak, hidak, járdák, iskolák, óvodák jöttek létre, és újultak meg, és még oly sok minden. Egyebek mellett a falusi csoknak köszönhetően sok száz kihalásra ítéltnek látszó falu népesedési viszonyai kezdtek megfordulni. De ugyanilyen fontos, sőt mindennek az alapja, hogy a vidék pusztulásra szánt kulturális értékei közösségteremtő és közös múltról beszélő, tanúságtevő helyszínei megújuljanak. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, szerte a Kárpát-medencében sikerült szakrális emlékeket megújítani az elmúlt években. Bonyhád újkori története szorosan összefügg, összefonódik a Percel család történetével. Legyünk büszkék a percelekre, legyünk büszkék a mai percelekre is, akik nem felejtették el szülővárosukat, és mindenben támogatnak bennünket. Filóni Ferenc ibolya polgármester arról szólt, 15 évvel ezelőtt Percel Bertalan a katolikus egyházközség kántora fejezte ki reményét arra, hogy egyszer régi fényében tündököl majd a percelek temetkezési helye, és ebben az Elmer Vojnics mauzóleum. A mai nap beteljesítette az egykori vágyat. Az ünnepség zárásaként Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg a műemléket, majd az összegyűltek megkoszorúzták Percel Mor honvéd tábornok síremlékét.